Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi a terve? Hogy érzi magát? Mit fog tenni? Ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. Ez a kép szimbolizálja az ő gondolatait. Itt van egy fal, és ő ütközik ebbe a falba, nem tudja hogyan tovább. A háttérben láthatóak a csillagok, tehát neki megvannak az álmai, az elképzelései, de nem tudja, hogy kellene ezt megvalósítani, hiszen itt van ez a fal. Ezek lehetnek külső befolyások is. Az a fontos, hogy ez a fal összeomoljon, de előtte ki kell nyitni egy kaput, ez a jövő. Az ő álmai, a vágyai és a tervei. De mielőtt kinyílik ez az új ajtó, le kell zárni valamit. És ez a múltja, vagy a jelenlegi helyzete. Ez lehet a munkája, ahol úgy érzi, nem megy tovább, vagy valaki, aki rossz hatással van rá. Valami nyomasztja őt. Erre utalnak itt ezek a kövek. Viszont látható a jövő, ahol itt kivirágzik valami. És hogy érzi magát, ezt megnézzük a következő képnél. Ez a kép utal az ő érzelmeire. Ő el akarja foglalni a helyét az életében. Nem csak a hivatását illetően, hanem a párkapcsolatot illetően is. Hiszen itt trónol. Ott vannak az édességek mellette, az utalhat egy meghívásra, vagy egy ajándékra. Ő élvezni akarja az életet. Mellette ott láthatóak a könyvek. Az lehet, hogy ő tanulni akar valamit. És továbbképzésről van szó. Ő érzi azt, mennyire fontos ez a tudás. De utalhat a zárkózottságára is, hogy visszahúzódó, kényelembe teszi magát, olvas egy könyvet, és élvezi ezeket az édességeket. Ami még fontos, a háttérben látható fa. Ő keresi a helyét az életében, élni akarja a hivatását, és fontos számára a párkapcsolat is. Ezt akarja élvezni, amire az édességek utalnak. Ebben a körülményben tanul valamit. Ezt jelentik a könyvek, és a fa itt le akar gyökerezni. A virágok pedig azt jelentik, hogy itt kivirágzik valami. És ennek a trónnak a sárga színe azt jelenti, hogy beszélni akar veled, hiszen utal a levegő elemére. És a levegő eleménél gyakran kommunikációról van szó. És mit fog tenni? Mi ezt is megtekintjük. Ezen a képen látható egy erdő, és ez utal a múltra. Az erdő ugyan gyönyörű, de néha el lehet tévedni, és előfordulhat, hogy sötét, nem látsz egy kiútat, nem látsz egy lehetőséget. Ez leírja a múltat. A jelen viszont ezen a képen megjelenik. A bal oldalon látható kapu utal őre, az ő otthonára, és a jobb oldalon látható kapu az téged jelent, a te otthonodat, a te környezetedet. És, mint ahogy látható itt ezen a képen, van, illetve lesz kapcsolat köztetek. De te maradj a háttérben, mert ő jelentkezni fog. Megtalálja az utat hozzád, hiszen erre utalnak itt a lépcsők. Azon kívül lesz egy jó hír, mert előtted, a te kapud előtt ott van a fény és a csillagok, tehát ez szerencsét hoz, itt kiderül valami, vagy tisztázódik valami kettőtök között, azon kívül itt kivirágzik valami,
lesz egy jó hír, egy közeledés. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!